Megmondom őszintén, nekem az első Béla gimnázium igazán szívügyem, hiszen hajdani alma máteremről beszélhetünk, én is itt végeztem annak idején. Most itt a pályaválasztási kiállításon is ez az iskola a mostani állomásunk, az első Béla gimnázium, és ennek az iskolának a bemutatásában, hogy milyen képzéseket tud nyújtani, Hajós Éva igazgatóasszony fog a segítségünkre lenni. Üdvözlöm, mi az, amiben az első Béla gimnázium kiemelkedik a többi intézmény közül? Nagyon nagy örömmel hallottam ezeket a szavakat, hogy nagyon sok régi tanítványunk fut sikeres életpályát be mostanság a maga felnőtt életében. Tulajdonképpen az első Béla gimnáziumot ezért tudom ajánlani minden nyolcadikosnak, illetve a pályaválasztáson gondolkodó szülőnek. Aki gimnáziumot választ, ott lehetősége van arra, hogy két idegen nyelvet tanul. A mi gimnáziumunkban az angol, a német és az olasz nyelv fut most nagy lendülettel, de ezen felül az oroszt, a franciát és a holland nyelvet is kínáljuk a diákoknak. Lehetőséget nyitunk arra, hogy egy előkészítő év keretében, a nyelvi előkészítő év keretében heti 13 órában tanulhassák a diákok az angol nyelvet, két indulási szinttel. Aki nyolcadikos és a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéseink iránt érdeklődik, valójában 6 tanulmányi területen választhat magának kedvére valót. Ezek a tanulmányi területek azt jelentik, hogy 2 éven keresztül a választott tantárgyakból emelt óraszámú vagy emelt szintű képzést szervezünk. Nálunk köztudottan jól megy, nagyon jól megy az informatika, ez így nem is kérdés nálunk. A heti 1 óra helyett például a reál tagozatunkon heti 4 órában lehet tanulni, és itt megtanulják a 3D tervezést, megtanulnak programozni, hát majd idővel, nem rögtön az elején, weblapokat fejleszteni. Ezen felül művészeti képzést is szervezünk a 11. évfolyamon, ami egy média központú informatikai tudást is átad a diákoknak, tehát aki gyakorlatilag a kommunikáció, média tudomány ezekbe az irányokba fordul, vagy esetleg tanár lesz, mert neki is nagyon jól kell tudni kommunikálni, őnekik is meg lehet találni ezekben az informatikai képzésekben azt, amitől ki tudnak majd teljesedni. De van humán tagozatunk, van geoinformatika tagozatunk, ez a környezettanbiológia, földrajz és a térinformatika, tehát ilyenféle modellezéshez kapcsolódó tagozat. Tehát mindaz, amit valójában a tantárgyi rendszerében egy 8. osztályos diák így el tud képzelni, és aki ilyen sportoló és egyesületben sportol, az első Béla gimnázium sport tagozatát válassza, hiszen az egyesületi szövetségi keretekben való sportolásnak mi teret adunk ennek a képzésnek a folytatása során, illetve sportelmélet, sport történet, sportismereti tantárgyakat, sportetikát, sportpszichológiát, tehát egy csomó mindent tanítunk az ezt a tagozatot választó diákoknak. És hát azt gondolom, hogy minden mellett az intézményünk szlogenje is áll, tehát a helytájunk mégis szabadon szaladjunk, ami a kritikai gondolkodásra, nevelést feltételezi, a probléma megoldás, a kreativitás fejlesztését, illetve nagyon sok olyan projektünk fut, főként pályázati támogatásokkal, amelyben a diákok azokat a lehetőségeket találják meg, amiben valójában ki szeretnék magukat próbálni, de nem biztos, hogy ez épp a magyar órán vagy a matek órán esedékes, tehát a szervezési tudásukat, a kommunikációs, a kapcsolatteremtő tudásukat, azt, hogy egy-egy kis feladatot hogyan tudnak együtt csapatban megoldani, logisztikai feladatokat megoldani, tehát ezeket a projektek keretében oldják meg a diákok.